akkor ez a Harmony traktor, amiben ezt láttam működni élőben. Ez második sajátból. Nem tudok olyan egyenesen megülni, de... Hát 5 centin belül vagyunk. Még itt a motornak a paramétereit, meg az egyenes tartást állítgatjuk. De... Talán itt lehet majd a kerék mellett látni. Nem pattognék szét. Hogy milyen az egyenes tartásunk. Nekem tetszik. Neked, Bence? Jó. Most már lementünk arra a 2-3 centis pontosságra. Hát így 10 hektár hengerezés után úgy tűnik, hogy sikerült a hengert beállítani. És akkor ugye mivel egy hengert húzunk, vonszolunk, ezért nyilván a traktor után is ott egy vontatott henger van. Ennek egy kicsit furcsább a fordulás, amikor a visszafordulást csinálja, mert ott a hengert próbálja ráfordítani a végére. Ezeket még ki kell tapasztalni. Egyébként azt várnám, hogy itt azt mutassa, hogy nagy a távolság, hogy akkor kiszálljunk, hogy megnézzük, hogy mennyire nagy ez a távolság, mert egyébként 5 centin belül voltunk akkor is, amikor ő 10 centit mutatott. Hát itt a hengernél, és most direkt úgy van beállítva a hengerünk, hogy elvileg egy olyan 5 centi kimarad a két hengerezés között, és az végig nyíl egyenes meg párhuzamos. Ennek ellenére, hogy a traktorban egy kis csalinkázás.